Jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit. Ma egy nagyon kurta vlog lesz, mert mindjárt kezdődik a Pintyőke Live. Az én időm szerint este 8 órakor, és van az még kb. 10 perc. És mivel én is résztvevő vagyok benne, tehát ezért most ezt rövidre fogom. És a rövid vlognak a témája az a kuka legó. Na, hogy miért kuka legó? Igen, megmutatom. Tetszik látni ezt a szeméthalmot, ami itt van. Meg ugye ezeket a szeméthalmokat itt. És ezeket az üres kukákat. De most a legó itt kezdődik, hogy ezek a szelektív szemetesek, és ebbe próbáld meg valahogy belegyömöszölni a szelektív szemetedet. Na már most az a helyzet, hogy ugye a legó része az, hogy itt vannak ilyen kis részek, ilyen kis lukak, ahova egy-két szemetet így be lehet dugni, mint például most én ezt az üres üveget. De ugye a többit nem tudod hova elhelyezni, mert ugye egyrészt nem férsz hozzá, másrészt mindegyik fullig van, és csak négy ilyen szelektív kukánk van, ugye? Négy ház tömb, vagy ez egy ház tömb négy házzal, akkor négy szelektív szemetes, gondolják, hogy ez elég. De aztán itt az eredménye, tetszik látni, kurvára nem. Na, ennyit a környezetvédelemről. Miközben itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rendes kuka. 7 rendes kuka, és van hozzá 4 darab szelektív szemetesünk, úgyhogy én ezt most jobb híján fogom, és ide leteszem. Mert itt aztán van minden, mint a bucsóba tetszik látni, még a matracrész is itt van. A matracbetét. A vízforraló van itt. Tényleg minden. És én kétel vagyok, ide lehet tenni most a szelektívet. Mert hogy, és akkor visszafordítom a kamerát. Szóval, hogy az van, hogy ezeket a piros szemeteseket, a piros kukákat, ezeket hetente egyszer csütörtökön szépen kiürítik. Lehet, hogy kicsit büdösek, de ettől függetlenül kiürítik. Viszont a kékeket, a szelektívet, az kb. Havonta egyszer viszik el. És mondom, rendes kukából van 7, a négy házra, a hociákból, a... és ugye ezeknek a házaknak van egy hátsó bejárata is, tehát nem csak ez a emeltenként három lakás van, és a kékekkel még nem foglalkozik senki, tehát arra van ez a négy, és úgy meg, ahogy tudod. És utána jön egy valaki, illetve egy páros, akik valamennyire rendbe teszik ugye ezt a szemétudvart. Na igen ám, és utána még elviszik a szelektívet, akik elviszik. De utána ugyanez van. És minden hónapban ugyanezt játszok. És én már 6. éve ezt játszom, és nem tudok vele mit csinálni. És úgy kell belegózom valahogy, ahova be tudom, de most már nem félek sehova se. Na mindegy. Úgyhogy ez valami borzalom, úgyhogy itt se feltétlenül kolbászból van a kerítés. Na, jó van. Ez tényleg csak ennyi volt, én köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm, aki itt volt, aki lájkolt, aki kommentelt, aki feliratkozott, aki egy-két donation a kerítésen, nem én fogom megoldani ezt a kuka kérdést, az biztos, de minden apanázs jól jön. Na, rohanok, meg kezdődik a live. Bye everybody!